Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban. A mai videó egy különleges lesz, hiszen múltkor készítettem egy videót a Budaparton, és rengetegen megnéztétek, az arról szólt, hogy épül egy egész lakótelep, illetve épül Magyarország legmagasabb épülete is a maga 120 méterével. És innen jött az ötlet, hogy én nagyon szeretem az ilyen magas épületeket, nekem egyáltalán nincsen tériszonyom, annyira szeretek fölmenni és körbenézni, és szeretem a panorámát magam körül látni, hogy miért ne csinálnák egy olyan videót, ahol bemutatom Budapest legmagasabb épületeit. Úgyhogy innen jött az ötlet, és tudom, nagyon sokan nem szeretik ezt, hiszen azt mondják, hogy Budapest nem a toronyházaknak a lakónegyede, és én is úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ilyen 100-200 méternél magasabbra nem kellene építkezni, és rengeteg politikai vita volt, de én ezt nem szeretnék belemenni, én nem azért csinálom, hogy politikai visszhangja legyen ennek a videónak, hanem azért, hogy megmutassam nektek, hogy jelenleg mik a legmagasabb épületek. És körbenéztem útkor a YouTube-on, beírtam a keresőbe, senki nem csinált még olyan videót, ahol így összeszedte volna Budapest legmagasabb épületeit, viszont ellenben láttam olyan videót, ahol Magyarország legmagasabb építményére például fölment az Index, a Lakihegyi adótornyot megmászták a maga 314 méterével, illetve láttam olyat is, amikor gyakorlatilag ilyen hőerőműveknek a kéményeit másszák meg. Én ma nem egy ilyen videót terveztem, hanem hogy összegyűjtsem nektek tényleg a top 5 legnagyobb építményt, és szeretem ezeket a top listákat is, amik a YouTube-on mennek. Csak egy a baj velük, hogy mindig összegyűjtenek képeket, illetve alá beszélnek. Én viszont igazi rócsósan a saját magam módszere szerint szerettem volna megcsinálni, úgyhogy a mai videóban egy kicsikét túrázni fogunk, elmegyünk a legmagasabb építményekhez, és természetesen beszélni is fogok a történetéről. Egy kicsi csalás lesz a videóban, ugyanis rengeteg olyan templom van, ami például sokkal magasabb, mint egy például egy irodaház, vagy mint egy lakóház, de ezeket szándékosan nem fogom belevenni a videóba. Hogy miért is? Azért, mert természetesen akkor ők győznének, és akkor nem ismernék meg azokat az épületeket, amiben a mai napig föl lehet menni a tetejére, akár mint lakóház, akár mint irodaház, és akkor nem tudnám ezt nektek megmutatni, úgyhogy összegyűjtöttem a mai videóban az 5 legmagasabb budapesti épületet, úgyhogy tartsatok velem, induljunk! És akkor el is érkeztünk a top 5-ös listánk 5. helyéhez. Ugye ez a legkisebb így most a jelenlegi top listánkon, a maga 65 méter magas Agora Towerhöz, ami 2020-ban, tehát idén nyílt meg a nagy közönség előtt. Egyébként ez a Agora Tower, ami 2020-ban nyílt meg, a Raiffeisen Banknak a székháza, illetve két más cég is található itt. Ugye az egyik egy gyógyszergyártó cég, a másik egy bútorokat gyártó cég, és ugye korábban itt érdekesség tudni, hogy Volánbusz pályaudvar volt, látjátok, ott is megy egy Volánbusz. Most a Volánbusz pályaudvar az épület mögé került, és sokkal kisebb lett, mint egykor volt, és nem volt egyedül, hiszen korábban már megépült oda a Népfürdő utcához a Duna Tower, az 62 méter magas, ezért nem került be a top 5-ös listánkba, illetve mellette található még az Európa Torony, a másik kereskedelmi banknak a székháza, a maga 64 méterével, tehát 1 méterrel kisebb, és mégis ő bekerült a top 5-ös listánkba. Egyébként ugyanúgy 15 emelet magas, és 6500 négyzetméter irodaterület áll rendelkezésére a dolgozóknak. A negyedik helyezetünk az újpalotai magasház, a maga 70,93 méterével, és gyakorlatilag 18 szintes lakóépületről van szó, Budapest legnagyobb lakóházáról. Az épületet egyébként Tenke Tibor és Mentes Endre tervezte, és 18 emelet magas,
ez az építmény, és eredetileg sokan nem is tudják, hogy ez nem egy lakóháznak épült, hanem egy víztoronynak eredetileg, ugyanis minden lakótelepen megtalálhatóak víztornyok, amik a környező lakótelepnek a vízellátását biztosítják, és amikor ezt megtervezték a 70-es években, akkor nem akarták elrondítani a lakótelep látképét egy víztoronnyal, mint például Újpesten, bár mondjuk az újpesti tegyük hozzá egy nagyon szép víztorony, és úgy gondolták, hogy akkor beépítik a lakóházba, és emiatt jött egy olyan ötlet, hogy gyakorlatilag terveznek egy 70 méter magas lakóházat, ahova majd beépítik a falakba a víztornyot. És ezért is ilyen furcsa építmény ez, ugye egy nyers beton szerkezet, ugye mondhatnánk, hogy modern építészeti stílus, hiszen a mai világban is betonnal építkeznek, és viszont látszatra mégis csúnya, de a 70-es években ez nagyon menő épületnek számított, és a technológia csúcsának, úgyhogy úgy épült meg. Látjátok, mennyire szélen vannak az ablakok, itt lakóházak vannak, és abban a részben, ahol a beton van, nagyjából ott van a víztoronynak a szivattyúi, úgyhogy több mint 70 méter magasra szivattyúzzák fel a vizet, és ott tárolják. És ugye nem csak víztorony, hanem most már szinte adótorony is, mert látjátok, rengeteg ilyen rádiós adó van a tetején. És érdekesek, hogy a liftakna és a lépcsőház között tárolják a vizeket, és ő szolgálja ki a lakótelepet. Nem tudom, hogy ez még a mai napig így van-e, vagy ezt a funkciót már nem tölti be, de gyanítom, hogy még a mai napig így van, hiszen víztorony más nem látható itt Újpalotán. Ugye Újpalotának az egyik nagy szimbóluma lett, hiszen akárki Újpalota nevét meghallja, egyből erre az épületre gondol, nem véletlen, hiszen Újpalotának egy elég fontos látképe, és a vicc az egészben, hogy pont középen helyezkedik el, tehát a Újpalota két főútja által határolt területen. Ugye az egyik ugye itt a Nyírpalota út, illetve a Zsókavár utca, illetve a másik a Páskomliget utca, tehát ennek a három útnak a találkozásánál van ez az épület. És annyira szerettem volna fölmenni a tetejére, de nem biztos, hogy fel tudok, hiszen kamerával megfigyelt terület, illetve nem is tudok bejutni, csak ha beenged valaki. Úgyhogy lehet, hogy ezt a részét most kihagyjuk, de azért innen még egy gyors visszapillantás, hogy ti is lássátok előről is, ne csak oldalról ezt az épületet. Ugye erkélyek vannak, van egy nagy parkoló, és nagyjából így néz ki. És meg is érkeztünk a toplistánk harmadik helyezetéhez, a nyugdíjfolyósító igazgatósághoz, ami 73 méter magas és 20 emelet. Az épületet egyébként 1967 és 1973 között építették, és akkor még nem így nézett ki. Legalábbis ez a függönyfal, amit alul van, ez nem volt. Ez későbbiek folyamán 1995 és 96 között épült hozzá ez a toldalék, és érdekesség tudni, hogy Dull Dezső tervezte ezt az épületet, és nagyon sokáig itt a pesti oldalon, a Váci útnál ez volt a legmagasabb építmény, és még a mai napig is az, ameddig nem fogják majd megépíteni az itt tervezett 90 méteres tornyot. Egyébként a szomszédságában található még a rendőrparota épülete, ami ugye 63 méterével most nem került be a top 5-ös listánkba, és ha hozzászámolnánk azt a tornyot, ami fölötte van, akkor 93 méterével simán győzhetett volna, megelőzte volna itt a nyugdíjfolyóstó épületet is, de emiatt csak 63 méter magas, emiatt nem került be a top 5-be. És akkor mutatom nektek, hogy itt van egy terület, ami el van kerítve, régebben egy parkoló volt, ide tervezik majd Budapestnek majd a egyik legmagasabb épületét, a 90 méteres tornyot, ami majd el fogja takarni itt a rendőrpalota épületét, és itt a busz
végállomás mellett fog majd megépülni, tehát a mai napig azért van elkerítve, bár még engedélyeket, ha jól tudom, már kapott, de még nem kezdtek bele az építkezésbe, ha jól olvastam, és ez lesz majd a Twist torony, ez lesz majd a neve, és a 90 méterével Budapest legmagasabb épületei közé fog tartozni. És elérkeztünk Budapest második legnagyobb épületéhez, Magyarország legnagyobb középületéhez. Ez nem más, mint a Semmelweis Egyetem, Orvostudományi Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömb, avagy rövidítve SOTENET, a maga 88 méterével és 24 emeletével, gyakorlatilag a Nagyvárad térnek egy szimbolikus helyszíne, és nevét Semmelweis Ignácról, az egyik legnagyobb magyar orvosról, az anyák megmentőjéről kapta. Az épületet egyébként Wagner Gyula, Magyarország egyik legnagyobb építésze, ugye Hívő Miklós és a többiek mellett tervezte meg 1962-ben, de végleg 1976-ban adták át, akkor épült meg, és ugye a jövő orvosai tanulnak itt, ebben az épületben. Egyébként érdekesség, hogy 76-ban, amikor átadták, akkor épült ki ide a M3-as metrónak az első szakasza is, ugye a Deák tér és a Nagyvárad tér között. Ugye ez teremtett kapcsolatot ugye ide az egyetemig, és egyébként az épület mellett nagyon sok fontos építmény is van. Ugye itt van például a Heimpál gyermekkórház, akkor arrébb van a Szent István, bocsánat, a Szent László kórház. Igen, azt hiszem ez a Szent István kórház, most így hirtelen nem tudom ennek a nevét. És ezen kívül ugye most épült a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az Orci úti kollégiuma, illetve maga az egyetem épület, illetve egy nagy közpark is található itt. Egy kicsit ilyen szocialista stílusban épült, és előtte van egy ilyen madár is, ami őrzi az egyetem épületét. És tudjuk, hogy csúnya mai szemmel, de nem akarták ezt elbontani, ez egy emlék, úgyhogy ez megőrzésre került itt. Az egyetemet egyébként a hétköznapokban nem lehet látogatni, ugye kizárólag a kutatók éjszakáján lehet megnézni, ugyanis akkor szoktak tartani itt előadásokat, például én is voltam már korábban dohányzás elleni előadásról, ugye mindenféle orvostudományi előadásokat meg lehet itt nézni, és egyébként még a tűzoltók szokták használni, ugye a friss tűzoltókat is itt szokták kiképezni, nem csak az orvosokat, hiszen a friss tűzoltók itt szokták felfutni a 88 méter magasra, tehát a 24 emeletet itt szokták lefutni, és itt versenyeket is szoktak így tartani. És hamarosan kiderül, hogy mi lett az első helyezett. El kell mondjam nektek, hogy holtverseny lett, a kettő darab első helyezett van, és ezt fogom nektek megmutatni. És ígértem nektek így a videó elején, hogy nem lesznek ilyen templomok, hiszen épületeket szeretnék nektek megmutatni, bár ha úgy veszük, akkor a templom is épület. Lakóházakat meg irodaházakat akartam nektek megmutatni, viszont egy darab azért belekerült, mondjam, a két holtversenyes, ami nem lakóház és nem is irodaház. Azért is került bele, mert emellett nem szabad elmenni. Szerintem egész Magyarország két meghatározó épületéről van szó, úgyhogy ezt mindjárt be is mutatom nektek, emiatt nem hagyhattam ki, úgyhogy ez belekerült így a listára. Az első helyezetet holtversenyben a Szent István Bazilika kapta meg a maga 96 méter magasságával. Magyarországon egyébként gyakorlatilag ez a második legmagasabb templom, az első ugye az Esztergomi Bazilika, és Szent Istvánról kapta a nevét ugye az első királyunkról, és gyakorlatilag egy gyönyörű épületről van szó, turisták ezrei özöllenek ide minden évben, hogy fotót készíthessenek a Szent István Bazilikával.
És ugye korábban már foglalkoztunk ezzel az épülettel egy korábbi videómban. Gyakorlatilag a történetét viszont nem mondtam el, annak utána néztem, és azt szeretném veletek megosztani. Közben próbálom arra fordítani a kamerát, hogy ti is közben nézzétek ezt a csodálatos épületet. 1851-től 1906-ig épült ez a templom. Ugye a Szent István Bazilika, más néven egyébként Lipótvárosi plébánia templomnak is hívják, és eredetileg Hild Józsefet kérték meg arra, hogy építsen itt templomot, mert előtte egyébként nem templom állt itt, legelső sorban ugye itt állt a Hetz színház, ahol eredetileg ugye állatviadalokat tartottak, majd aztán későbbiek folyamán épült itt egy kisebb templom, és végül is 1838-as árvizek kapcsán kérték meg őket, hogy sürgessék meg az építési munkálatokat, minél előbb át tudják ezt adni, hiszen ugye 1838-ban hatalmas árvíz volt itt Pesten, és szükség volt arra, hogy egy magas épületet felhúzzanak itt, ahova be tudják fogadni az embereket ugye az árvíz elől, és eredetileg Hild Józsefet kérték meg ezzel a tervvel, és érdekesség, hogy akkoriban félbe maradt ugye a forradalom miatt, illetve amiatt is, mert megsüllyedt az épület. Tehát a kupola, ha jól tudom, beomlott, vagy valami hasonló története volt. És a lényeg az, hogy végül is nem Hild József fejezte be, hanem Ybl Miklós, Magyarország egyik legnagyobb építésze fejezte be a munkálatokat, és azért is lett 96 méter magas ez az épület, hiszen így a honfoglalás előtt így tisztelegnek, hiszen ez 896-ban történt ugye a honfoglalás, és emiatt ez a évszám adta ki ennek a épületnek a magasságát. Hát természetesen nem 896 méter, azt nehéz lett volna akkoriban megépíteni. Ennek két oka is volt, technikailag és műszakilag nem voltak rá készek arra, hogy építsenek egy ilyen magas épületet. Ugye a világon jelenleg a legmagasabb épület az több mint 800 méter magas, Burj Khalifa, ugye, ami Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben található, és gyakorlatilag azt is nagyon-nagyon precíz műszaki megoldásokkal építették meg, hogy olyan magasra tudjanak építkezni, és ugye kőből nem is lehetne megépíteni, ez meg a másik oka, hiszen kőből a legmagasabb építmény ma a világon az a Washington monumentális emlékmű, ami 197 méter magas, ha jól tudom, tehát 200 méternél magasabbra nem lehetne, ahhoz gyakorlatilag beton kell, illetve acél, szerkezet és egyéb más építészeti remek mű, hogy ezt meg tudják építeni. Szóval ez a két oka volt, illetve hogy a templomot nem is lehetne olyan magasra megépíteni, hiszen annak hatalmas alapterület kellene. Ez így is nagyon csodálatos, és szerintem a 96 méterével megérdemli az első helyet. A neoreneszánsz épületben egyébként érdekesség tudni, hogy itt tartják a Szent István jobbot, magyarul Szent István jobb kezét, amit ugye körbe szoktak adni, illetve a parlamentbe is nagyon sokat elviszik, és a Szent jobb körmenetről híres gyakorlatilag augusztus 20-a, ugyanis az államalapítónkról van szó, Szent Istvánról. A másik abszolút első helyezetünk a Szent István Bazilikával vetekedő Magyarországház, ami 96 méter magas, de így is az országban a második legmagasabb épület, hiszen a legmagasabb épület még mindig az Esztergomi Bazilika, Budapesten pedig ez a legnagyobb. Az épületet egyébként Stein Imre tervezte, 1905-re készült el, és sokak szemében túlzás, hogy ekkora nagy épületet építettek, de ez annak is köszönhető volt. Egy az, hogy Pesten kellett egy magas épület,
illetve a másik az, hogy korábban ugye sokkal nagyobb volt az ország területe, tehát kellett a hely ugye a akkori politikusoknak, hogy elférjenek ebben az épületben. Egyébként Magyarországon ma már ez az egyik legfontosabb jelkép, és turisták ezrei látogatják meg az épületet. Ugye szokták tartani nyílt napokat, amikor be is lehet menni, ugye így az aljába, de a kupolába nem igazán lehet fölmenni, pedig szívesen megnéznénk, hogy mi van ott fent, bár volt egy-két tévéstáb, aki ott forgatott fent, beengedték őket, és körbenézhettek ott is, de a mai napig nem lehet bemenni, csak nyílt napokon, akkor is az aljába, és ott meg lehet nézni a Szent Koronát, ugye amit itt őriznek ebben az épületben. És az épület nagyon őrzött, tehát fegyveres őrök őrzik mindenhol. A körülötte levő teret gyakorlatilag 2014 felé újították föl, és így egy méltó helyszíne lett a Magyar Országházának. Hát ennyi lett volna mára ez a videó, remélem mindenkinek tetszett. Ha tudom, nem egy hivatalos sorrend, hiszen a templomok foglalták volna el az első helyet, egyébként akkor nem is kerülhetett volna föl semmilyen más irodaház vagy lakóépület, hogyha az igazi sorrendet nézzük. Ha az igazi sorrendet nézzük, akkor ez úgy alakult volna, hogy ez első helyen ugye az Országház, illetve a Szent István Bazilika állt volna. Bocsánat, második helyen állt volna egy épület, ugye a Soténak az épület, ami szintén most a második helyre került fel. A harmadik lett volna gyakorlatilag Szent László téren álló templom, igen, majd csak kimondom, Szent István teret akartam mondani, igen, de az a bazilika. Szóval a Szent László téren álló templom a maga 83 méteres magasságával, ugye kőbányán, illetve a következő lett volna gyakorlatilag a halászbástya, ami gyakorlatilag a negyedik helyet foglalta volna el, és a ötödik helyen pedig a rózsák terén lévő templom lett volna. Úgyhogy azért is vettem ki, hogy tényleg azoknak is helyt adjak, hogy meg tudjak nektek mutatni lakóépületeket, amik még a templomnál nem épültek magasra. Idáig, mert a jövőben a sorrend pedig úgy fog alakulni, hogy majd a legmagasabb lesz majd a MOL kampusza maga 120 méterével, de olvastam olyat is, hogy 120 méter az csak majd a legmagasabb szint lesz, tehát a 28. emelet onnan kinézhetünk, és arra még épül rá egy tetőszerkezet, emiatt ez nagyjából 143 méter lesz, ha jól olvastam. Majd a második helyen lesz az Országház, illetve a Szent István Bazilika 96 méteres magasságával. Utána gyakorlatilag jön majd a Twist torony, ami 90 méter magas lesz, ez lesz majd a harmadik helyezett, illetve majd a negyedik helyen lesz, negyedik helyre átkerül majd a nagyváradtéri elméleti tömb, és majd az ötödik helyen lesz gyakorlatilag, hogyha templomot nézünk, akkor ugye a kőbányai Szent László templom. Úgyhogy ez lesz majd a jövőben a sorrend. Remélem nagyon tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor ezt fejezzétek ki egy hatalmas lájkkal, és osszátok meg ezt a videót, hogy mások is tudjanak róla. Én köszönöm a figyelmet, a következő videóban találkozunk, sziasztok!